ezt kértük, hogy bátran vállalkozzunk, hiszen ezen a mérkőzésen tényleg semmi veszíteni valónk nincsen. Úgyhogy hát remélem, hogy főleg az ellenfél tér felén fogunk ügyes akciókat vezetni. Négy mérkőzésünk van, és ezek között nagyjából 10-11 edzésünk, vagyis az egész időt a felkészülésre kell fordítanunk ilyenkor, hiszen ez egy hatalmas kihívás. A fókuszt a saját csapatomra helyezem, azaz próbálunk fejleszteni a védekezésünkön, emellett valamivel több gólt szerezni, mert ez is sokat jelentene. Ami viszont ma fontos, hogy megfelelően koncentráljuk. Két csapat az más szinten van, haladáshoz készül a Európa legjobb 4 csapata közé, pedig szeretnénk Magyarország legjobb 10 csapata közé. Viszont a mai játékunk az nem predesztinál minket arra, hogy ott tudjuk folytatni a jövőben, úgyhogy gyorsan rendet kell tenni a fejekben. Igazából, ahogy minden mérkőzésen, ma is volt egy meccstervünk. Ebből gyakorlatilag az első perctől kezdve semmit nem tudtunk megvalósítani. Azt gondolom, hogy amit az edző kért tőlünk a héten, azt a mai napon a pályára tudtuk vinni, mind védekezésben, mind támadásban azokat az elemeket meg tudtuk oldani, amire készültünk is. Én azt gondolom, hogy szép gólokat rúgtunk. Hamar érvényesítette a papírformát a sereghajtó otthonában, a narancssárga mezes haladás. A listavezető ugyanis már 5 perc után 4-0-ra vezetett az MFA ellen, végül pedig 6-0-ra zárta az első félidő. A találatokon Kovács Máté, Vatamaniusz Barta Dávid, Nizs Olivér, Vas Ádám, Arnon Casemiro és Rutai Balázs osztozott. Így már 20 perc alatt annyi gólt szerzett a címvédő, mint az első fordulóban az egész mérkőzésen a fővárosiak ellen. Az elsőben én úgy éreztem, hogy elég hiányzott a koncentráció a csapatból. Olyan technikai hibákat vétettünk, amiket egyébként nem kéne, és nem is vall a csapatra, hogy ilyeneket csináljanak. Nem tudom, mi volt, viszont nem voltunk ott fejben. A második félidőben Luigi és a duplázó Vas növelte a különbséget. Így a haladás másodszor tudott 8-0-ra győzni a bajnokságban. Really good today, we press a lot, we don't give. Nagyon jó nap volt, sokat nyomtunk, nem adtunk sok lehetőséget az ellenfélnek. Ennek nagyon örülök, meg annak is, hogy jöttek a gólok, az mindig örömteli, ha ekkora különbséggel tudunk nyerni, de a hangsúly nem is ezen, hanem a saját taktikánkon volt. In this match was our tactical side. Legközelebb a vasiak a PT-et fogadják.